Köszöntöm a szubjektív nézőit. A mai adásban egy olyan emberrel fogok beszélgetni, aki nagyon sokak életén segített, és azt gondolom, nem túlzás ezt mondani. Illetve több új urológiai eljárás gyakorlati megvalósítása is a nevéhez fűződik. Ő nem más, mint dr. Sejmesi Nándor urológus szakorvos, aki nemrégiben átvette Szabadkán apró úrbedíjat. Jó napot kívánok, köszöntöm dr. úr a műsorban. Hát először is engedje azt meg, hogy gratuláljunk a díjhoz. Köszönöm szépen. Tudja, amikor mi azt halljuk, hogy urológia, azért megrettenünk, vagy összeugrik egy kicsit a gyomrunk, de most azért nem az orvoslás ezen ágáról fogunk mi beszélgetni, hanem csupán önről. Ebből adódik rögtön az első, amit fel szeretnék vetni, hogy hogyan jellemezni önön magát? Milyen volt gyermekként, és milyen most, dr. Sejmesi Nándor? Hát tulajdonképpen nem változtam. Gyerekkoromban is kitartó voltam, és mindent, amit meg szerettem volna valósítani, azt megvalósítottam. Úgyhogy lényegében nem különösebben változtam az évek során, pszichológiailag sem. Mondhatjuk, hogy tehát ez az ember szinte maradt ugyanolyan, mint aki gyermekkorában volt? Ilyen szempontból? Hát ilyen szempontból mondhatjuk. Elég könnyen tanultam. Volt olyan, hogy egy verset egyszer-kétszer hallottam, és megjegyeztem, meg nótát, meg stb. Ezt úgy gondoltam, hogy mindenki ilyen, de utólag kiderült, hogy azért nem. Ön számára gyermekkorában már evidens volt az, hogy az orvosi pálya felé, az orvosi hivatás felé veszi az útját? Hát az elemében a kémiát szerettem, és minden gyakorlatot megcsináltam a Játszunk kémiát nevű könyvből. Na, nitroglicerint nem sikerült azért megcsinálnom, hál' Istennek, de már akkor is azt mondtam én, hogy ha fölnövök, a orvos leszek. Tehát ez már akkor evidens volt? Hát igen, tulajdonképpen igen. Ha jól emlékszem, most ugrani fogunk azért az időben, azt el kell mondanunk önről, hogy Bajmokon született, ott járt általános iskolába, majd Szabadkára járt gimnáziumba, és utána következnek az egyetemi évek, de most egy kicsit maradjunk 70-es években, ha szabad így fogalmazni, és ha jók az információim, akkor ön kacsingatott az újságírói pálya felé is, hiszen abban az időben írt az akkori ifjúsági labban. Ez hogyan is történt, és miket is írt? Hát a gimnázium mellett ilyen kisebb tudósításokat írtam az ifjúsági lapban, és tulajdonképpen abban az időben írtam, vagy foglalkoztam költészettel is. Magyar tanárnőmre, Csetvei Mária tanárnőre jellemző, hogy ő nem csak magyart, hanem történelmet és világnézetet is tanított már, mint a magyaron belül. És egyik egyszer, amikor feladott egy leckét, hogy egy hősről írjunk verset, én már elkéstem, és az utolsó pillanatban összedobáltam valamit, és a másik órán azzal kezdődött, hogy kezdte olvasni a versemet. Én megijedtem, hogy ez most azért van, hogy megalázzom, mert nem tudom, hogy milyen rosszul írtam, de közben kiderült, hogy annyira tetszett neki, hogy elküldte a Verbászi fiatal költők társulatának, és ott meg is nyertem az első díjat vele. Úgyhogy na, később azért költészet is, meg az újságírás is elmaradt, amikor beiratkoztam az orvosira. És már is nagyon jó, hogy megemlíti, ezután következik Pécs, amikor is beírja az orvosi egyetemet. Miért Pécs? És mit kapott Pécstől? Milyenek voltak az egyetemista évei? Hát Pécsről abban az időben az a hír járta, hogy jobb, mint a budapesti kórházak, vagyis hát az egyetemek. Emellett rokonaim is vannak ott, és lényegében amikor a felvételi vizsga Pécset zajlott, és úgy beleszerettem a városba, meg a Mecsek hegybe, meg minden, hogy úgy döntöttem, hogy Pécset fogom folytatni, vagy hát az egyetemet elvégezni. És hogyan emlékszik vista, milyenek voltak az egyetemista évek, és mi volt az, amit kapott aztán Pécstől, és tudott kamatoztatni, hiszen aztán hazatér? Hát igen, tulajdonképpen
Pécset, sok mindent lehetett csinálni, így a kutatással is foglalkozni. Például bekapcsolódtam egy projektbe, ahol a szilikózisnak a hatását mértük a bányászokra, az ottani, az urány bányába tulajdonképpen az már nem létezik, de abban az időben igen. És emellett hát az egyetemi évek szépek voltak, meg nehezek is, amennyire. Milyen lehetőségek voltak akkor egy egyetemista számára, vagy egy olyan egyetemista számára, aki például tehát orvosira járt, mint ön? Hát meg voltak a lehetőségek a tanulásra, az volt az első helyen, és tulajdonképpen bármivel lehetett foglalkozni, volt egyetemi könyvtár, volt, tehát még az is, aki nem tudott otthon könyvhez jutni, vagy valami, az megtalálta. És ha most tovább megyünk, akkor, és ugye lezárjuk szép lassan az egyetemi éveket, aztán dolgozik általános orvosként és sürgősségi orvosként is. Igen. Ez hol történt? Még hozzáteszem, hogy az egyetem befejeztével persze hívtak oda is, hogy maradjak meg, stb., de én mégsem maradtam. Miért döntött úgy, hogy nem maradt? Feleségem, Újvidéken járt a vegyészmérnökire, és ő már befejezte. Negyedéves korban házasodtunk össze, én negyed, ő pedig befejezte, és Valpovon kapott állást, az egy 40 kilométerre van Pécstől, úgyhogy ott albérletben laktunk, hétközben Pécset voltam, hétvégén otthon, és tulajdonképpen ezért választottam ezt. Tehát, ahogy említettük, ugye általános és sürgősségi orvosként is dolgozik. Nem tetszett meg sem az általános orvosi szak, vagy mondjuk a sürgősségi szak sem, hogy utána az urológiát választja? Hát de, megtetszett mind a két szak tulajdonképpen. Az általános orvosi az azért, mert ott lényegében mindennel foglalkozik az ember, és bármit akar, azt megtanulhatja olyan szinten, mint a specialisták. A sürgősségi pedig azért, mert olyan dinamikus. Tehát nem is orvosi értelemben értve, mert tulajdonképpen többet foglalkozunk, vagy több idő megy arra, amíg kijutunk a beteghez, meglátjuk a helyszínt, stb., mint önmagára az orvosi intervencióra, tehát több idő múlik el azon, de lényegében az ember fellépése, meg a tudása úgy kívánja, bármit lehet tenni, de közben jött ez a specializáció. Miért urológia? Ugye adódik rögtön a kérdés, hiszen ha szabad így fogalmaznom, nem egy közkedvelt szak azért az urológia. Hát én mondhatom, hogy közkedvelt, mert tulajdonképpen a vese és húgyutakkal foglalkozó tudomány, amely a vesének a sebészeti betegségeivel foglalkozik, a belgyógyászatival a nefrológia foglalkozik. Ugyanakkor a férfi nemi szerveket teljesen, a nőknél pedig a húgyúti gyulladások, kövek, stb., ami a nőknél is van, ez az egyik, és teljesen diagnosztikától a gyógyulásig végigviszi a beteget. Hát mindenféleképpen sebészeti ágat szerettem volna szakosítani, és abban az időben nem volt az úgy, hogy most én ezt kiválasztom, és akkor arra megyek, hanem nagyon ritkán írtak ki specializációt, és itt volt egy alkalom, hogy fölkínáltak, és én elfogadtam. Tehát nem direkt egész életemben arra készültem, de mintha az lett volna, a végén nem bántam meg. Tehát a szakosodást azt egy az intézmény írja ki. Tehát én Szabadkán voltam, és ott kaptam a specializációt, szakosodást, és ez 4 év,
megvan a program, hogy mi szerint megy, és én választom, hogy hova. Tehát itt a Zágrábi Egyetemről Novák Ruger professzor, az a Szabadkára is járt, és sok mindent megtanított velünk. Ő Európának egyik legelismertebb urológusa volt. Bevezette, hogy például az előadásain, a műtőből direkt nézhettük az operációt, és beszélhettünk az operatőrre. Úgyhogy ez már abban a korban, amikor egy 32 éve, amikor még nem voltak rá igazán technikai feltételek, és az ismert Uroloski Dáni, tehát a zágrábi urológiai napokat, ez általában 3-4 napig tartó, minden nap nagy operációk, vagy meg változatos operációk. Általában a műtőben voltam inkább, de jó volt, és akkor azért választottam ezt. Sőt, még meghívott úgy, hogy őnála lakhatok, és úgyhogy még a lakás is ingyenes volt, úgyhogy így határoztam Zágráb mellett. Ott fejeztem be is a specializációt, hanem a magiszteri munkát, ami az első két szemeszter 30-valahány vizsgából állt, azt végeztem Zágrábba, és a másik két szemesztert Újvidéken, meg a munka megvédését, meg stb. És akkor térjünk rá arra, hogy a Szabadkai Közkórház vezetőjeként is dolgozott. Több szerbiai kórházzal is együttműködtek az ön irányítás alatt, és több magyarországi kórházzal is. Mekkora kihívás volt önnek egy ekkora intézmény vezetése? Hát elég nagy kihívás volt. Mint mondtam, rá kicsi ne bajsakért meg rá, hogy elfogadjam. Ez tulajdonképpen a gazdasági dolgokat nem én rendeztem, hanem Nebojsa, és úgyhogy inkább szakvezető voltam, aki a belső ügyekért felelős, és emellett az volt a feltételem, hogy az urológiát tovább csinálhassam már amellett, ami nagy nehézséggel ugyan, de megtörtént. Tehát több szerbiai és magyarországi kórházakkal is együttműködtünk, közös műtéteket, előadásokat szerveztünk, így a pesti, budapesti klinikával, Rómics Imrének a vezetésével, aki akkor volt a főnök, akkor a délpesti kórházzal, szegedi kórházzal ugyanúgy. Együtt tudtak jól működni. Igen, igen, igen. És ha haladunk tovább az időben, azért nagyon sok mindent nem tudunk megemlíteni a beszélgetésünk alatt, de viszont az nagyon fontos, hogy az ön nevéhez fűződik több új műtéti eljárás is. Ugye Szabadkai Közkórházban elsőként végezte el az ureterorenoszkópiás kőtörést, a húgyhólyag eltávolítást és pótlást bélkaccsal, radikális prostataműtétet, és amit még nagyon fontos megemlíteni, az, hogy az országban pedig elsőként végzett laparoszkópos ureterkő eltávolítást. Ezek mekkora áttörések voltak akkor az orvostudományban, itt nálunk Szabadkán és Szerbián belül? Hát ezek akkor nagy előrelépést jelentettek. Tulajdonképpen hogy kezdjük mondjuk a húgyhólyag eltávolítás, pótlás, bélkaccsal, ez egy nagy műtét, ezt még professzor Nováktól tanultam és hoztam ide, és ő is jött, lényegében az első műtéteket ő vele végeztük, és a többi, az ureterorenoszkópiát azt már később kezdtük végezni, mivel ahhoz be kellett szerezni az apparátus, meg mindent, itt mondhatom, hogy a Vojput segített benne, és akkor megszereztük a kőtörőt is, meg az ureterorenoszkópot is, és Belgrádból, a Zvezdaráról jöttek szintén az első műtéteket, velük végeztük utána meg saját magunk. A laparoszkópos
műtét, az meg úgy történt még a 2000-ben valahogy úgy, hogy a laparoszkóp az megvolt a sebészeten. Tehát sebészetnek nem volt új, mivel ők az epe hólyagot műtik, és epe kőből van sokat lehet gyakorolni, úgyhogy Markov Radovannal csináltuk együtt ezt az első uretero kőeltávolítást. Ez önnek, mint dr. Sejmesi Nándor, mit jelentett akkor, és mit jelent most, hogy elsőként végezte el Szabadkán ezeket az eljárásokat, illetve hogy az országban, ugye, amit említettünk, az utolsó? Igaz, hogy akkor voltak előadások róla, és megmutattam a filmet, meg minden, meg nagyon csodálkoztak rajta a szerbiai urológusok, de úgy nem ment be a köztudatba, hogy ez volt az első, én meg nem akartam ezen fennakadni, úgyhogy. És nagyon jó, hogy erről beszélgetünk, mert voltak-e, vagy vannak-e olyan esetek, vagy egy-egy eset, ami akár negatívumként, vagy akár pozitívumként hatott önre? Hát a pozitívumok közül a húgyhólyag eltávolítás pótlás az nagyon sok beteget operáltam, és sok közülük még ma is él. Többek közt mondjuk egy doktornőnek az édesapja, aki most már valahogy 90 éves, és mindig emlegeti, hogy én mentettem meg. És úgy is van, ezek a betegek különben nem élték volna túl, mert hogyha nem távolítjuk el teljesen a hólyagot, akkor az tovább fejlődik. Több beteget operáltam így. A negatívok közül pedig a nehéz betegeket említeném, akiket már nem lehet operálni, és mégis tehát elhúzódóan szenvednek, tehát azoknak az életüket próbáltuk valami módon megjavítani, de hát nem mindig sikerült. Ebből adódik a kérdés, hogy dr. Sejmesi Nándor mindig doktor, vagy a magán életben akkor nem doktor? Vagy magánemberként is orvos? Ezt a feleségemet kérdezik inkább, mert amikor jönnek a telefonok, akkor már csak int meg mondja, hogy tehát szabadságon is meg mindig ott vagyok, de meg kell mondanom, hogy itt a nyugdíjba vonulásommal tulajdonképpen úgy alakítottam, hogy azért legyen szabad időm is valamennyi, de itt is azért bejönnek a hívások, meg a segítség, meg stb. Úgyhogy nem tudom szétválasztani a kettőt. Tehát mondhatjuk, hogy Sejmesi Nándor 024-ben dr. Sejmesi Nándor. Igen. Nyugdíjba vonult az előbb, tetszett említeni. Hogyan tölti a napjait? Hát nyugdíjba vonultam, de tovább is dolgozom. Egész, tehát a Badaviban, a Zdravomedben és ambulantot, és ha kit operálni kell, az pedig Újvidéken, a New Hospitalban operálom, úgyhogy tulajdonképpen ez, a másik a kert, azzal inkább a feleségem foglalkozik, mivel ő előbb ment nyugdíjba, és a kémiát bele lehet fektetni a kertrendezésbe. Igen. Hogyan látja a jövőjét mondjuk egy 10 év múlva? Hát, ugyanígy. Nem gondolkoztam még rajta, de amíg bírom, csinálom, úgyhogy nem különösebben változtatnék, amíg még bírom. Nemrégiben, ahogy mondtam, Pro Urbe díjat kapott. Jó időben, jó helyen találta meg ez a díj? Hogy érzi? Hát lényegében jó helyen, Szabadkán, mivel a szabadkaiakért dolgoztam állandóan, és szeretem is őket. Emellett jó időben, hát
mikor felkértek rá, akkor először is nagyon meglepődtem, nem vártam ezt a díjat, úgyhogy örülök neki. De lehetett volna előbb is, ha már kaptam. De ez így tulajdonképpen arra sarkal, hogy továbbra is dolgozzak a betegekért, meg megtegyek mindent. Nem mondtam, hogy amíg a kórházban voltam, tulajdonképpen a betegek, az nem volt még ilyen előre meghatározott sorrend, hanem úgy, ahogy jöttek, és az ambulantban ott maradtam legtöbb nap estig is, meg soha nem néztem, hogy hány óra, hanem akinek segíteni kellett, annak segítettem. Sőt, még a nővérek se tudták már megvárni, hát nem kívánhatom tőlük, hogy ott maradjanak, úgyhogy én hívtam is a betegeket, meg gyógyítottam is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk volt, és engedje meg, hogy még egyszer gratulálok a díjhoz, és további jó munkát kívánok Önnek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Szubjektív című műsorunkat látták. A viszontlátásra!